amit addig bérbe adtak, kb. 7600 hektárt elemeztem végig. Tehát nem egy mintavétel történt, ami esetleg rossz sokaságban nyújt bele, hanem hát ez egy elégsen reprezentatív minta, ha mintának veszük, mert több mint 40%-át végigvizsgáltam az összes bérbe adott területet. Ez azt jelenti, hogy 138 ilyen bérleti szerződés, bérleti egységet vizsgáltam végig. Ez az addig bérbe adott 500 bérleti egységnek vagy szerződésnek is egy nagyon jelentős hányada. Itt jön ki az, ha most ezt a kettőt leosztod, az átlagos blokkméret, vagyis egy szerződéssel mennyi földet is adtak átlagosan. Bérbe Fejér megyében ez 54 hektár, tehát ott akkor az a 15-20 hektár, amit mondtak, az ott abszolút nem stimmel, a Borsodi mezőségben ez 66 hektár. Összességében 55 hektár, az az átlagos föld nagyság, ami egy szerződéssel átlagosan bérbe adnak. Nagy különbségek vannak, mert van olyan blokk, ami 185 hektáros, ugye épp ez az idős hölgy Magyar Almáson, akit voltam, akit említettem, ő éppen 181 néhány hektáros egy blokkot vitt el. De persze vannak kicsik is, és ugye itt a blokk méretnél szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy álságos és demagóg az a kommunikáció, bocsánat, ezt kell, hogy mondjam, és nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam, ami sajtónyilvánosan 2-3 hektárokat adok neked, kiáll a kismama, még a gyerek is ott van a karján, tehát nagyon szép, idill, és itt van lám-lám a kicsiknek adunk. Meglátjuk, hogy milyen arányban szerepel ez, különösen a területeket illetve, nem darabszámra, mert sok-sok kicsit így szétszór, de a zömét, a nagy területeket és a nagy földet, annak a közelében nem jutnak ezek a karonülő gyereket hordó kismamák és családok, vagy családok. De van ilyen, és ezt szándékosan így csinálják, hát én ismerem, mert ezt csinálta az előző rezsim is. Ezzel ellen tiltakoztunk, a szentényvesztés ellen tiltakoztunk. Hát el kell mondani, hogy persze van olyan, én elmondom, hogy vannak ilyenek sokan, majd látok is. De a többségét a fölvédnek a szemébe juttatta, hanem egészen másokban. Nézzük, a fejére megyünk. Három dolgot vizsgáltam alapvetően. A bérleti szerződések, birtok tömbök megoszlásán, tehát a darabszámot, hogy kinek hány szerződése van, a bérbe adott terület megoszlását, nem azonos a kettő, szeretném nagyon határozottan mondani, tehát ez egy nagyon fontos különbségtétel, és hogy a helyben lakó gazdák tényleg milyen arányban jutnak földhöz. Hát helyben lakó ugye az, aki ott lakik, ugye nem tudom, hogy mennyire magyarázzam még, hát az adott településen lakik, én is ezt néztem meg, hogy a nyertesek között mennyien laknak azon a településen, amelynek a közigazgatási területhez tartozik az adott blokk, amit térbe adtak. Hát itt van a darabszámra vonatkozó összesítés. Csákvári MGZRT volt állami gazdaság vezérkara, Antalfiék 9 szerződést nyertek, 9 blokkot, Cimmermannék, ő a vezérigazgatói volt, nem ismerem az urakat, tehát nem erről van itt szó, hogy most én nekem egy személyesen, fogalmam nincs, hogy ki. De aztán kaptam azért mindenféle leveleket, amik megerősítették, hogy jó, ők ismerik viszont a társaságot. Tehát a nagyok nem tévedek valószínűleg, amikor éppen ezeket a példákat hozom ide. Azután Makra, ha jól tudom, ő a fővadász, és aztán a Tarjányi doktor, ő meg a jogi képviselője a cégnek. Tehát a négy vezető, részben tulajdonos, vezérigazgató, tehát a vezérkar. Szétírták a családjaikra, hát például a Cimmermannéknál a székesfehérvári rokonságra. Tehát székesfehérvári rokonságra szétírták Csákvár, Verebe és Vértes atya földjeit. És Vértes atyán meg Vereben, ugye ott se hely, nem meg senki nem tudott semmit. És így tovább. A másik ilyen nagy érdekkör, ez egy komoly érdekkör, látjátok, 29 szerződéssel, az Fejér megyei összes szerződésnek közel 30%-át ők szerezték meg. Ez az érdekkör. És mennyi van náluk? Én most nem minősítem a politikai hovatartozást sem. Tehát azt majd aztán elmondják, hogy gondolom, akik ismerik is a játékosokat. Én nekem a dolgom az, hogy a tényeket tárjam ide, aztán vitassuk meg, hogy jó van ez így vagy sem, minden szempontból. A másik ilyen érdekeltség, és itt sem akarom a politikai szálait ennek. Egyáltalán nem akarom firtatni, nem ezért hoztam ide. 23 egységet szereztek meg a Mészáros család
tagjai és a cége Felcsút polgármesterének. A Buzakalász 66, Alcsútdoboz Kajász Róbarok Vál, Mészáros János a testvérő Vál, és Mészáros Beatrész a feleség Kajászon. Tehát összesen 23 szerződést. Vagyis, hogyha ezt a két, de még ide leszem a harmadikat is, no jó, tehát a Flírék, szintén egy vezető vállalkozó, az egyéb dolgokat mondom, én nem akarom minősíteni, Flír János, Felcsúton, Felcsút Szár, a Flír Nikolett, Felcsút, Flír Tamás Óbarok, Flír Rézer, Felcsút. Tehát Felcsút, Óbarok, Szár földjeit nagy részt ők vitték el. Érdekes, ha megnézitek, ilyen kutató szemben az embernek rögtön föltűnik, hogy mintha megegyeztek volna, hogy ki melyik települése koncentrál. Tehát talán az Óbarok az, amelyik végig gondoltan elosztották egymás között. Ugye érdekes, amikor engem vádolnak azzal, hogy én a gazdákkal megegyezést próbáltam létrehozni a borsodi mezőségben. Hát, ha valahol megegyezés tűnik, akkor erre csak rá kell nézni. Szépen szét vannak még a települések is osztva. Nem egymással versenyeztek, hanem hát tudták volna, mennyi föld van, és nyilván ez alapján. Tehát valami fajta, mondjuk így egy baráti egyeztetés bizonyára zajlott a tekintetben. A titkos pályázatok, pályázati rendszerben természetesen. No. Tehát látjuk, ők 6 ilyen szerződéssel szerepelnek. Tehát, hogyha mondjuk ezt a 3-at vesszük, az 30-50, több mint 60 szerződés, kétharmadát a szerződéseknek, azt velünk kötötték. Tehát ez összesen ugye az 52, 58 szerződés az 500-ban. Tehát az 500 teljes április 10-ig megkötött szerződésből 58 csak ez a 3 érdekeltség. Mert van itt más is, Kis Árpád, ő az a bizonyos tetőfedő építési vállalkozó, akire a miniszter azt volt szíves mondani, hogy a NAD is mezőgazdaság, NAD gazdálkodás. Ugye hát ő, na jó. Tehát Kajászón, a kajászóiak tudják igazán, a kajászóiak elővittel részben a Mészáros polgármester úrnak a felesége, Felcsútról, ugye látjuk Kajászó, illetve hát ez a bizonyos Kis Árpád kápolnás nyéki tetőfedő nádarató építési vállalkozó, akinek egyébként egy darab mezőgazdaságében nincs. Tehát sose gazdálkodott. Hát nádat tud aratni, de hát nem tudom, a kajászaik jobban tudják, hogy ez nem egy nádas, amit olyan megszerzett 200 valahány hektár szántót, amire ők szegények ott vártak, ott állnak a föld szélén, tényleg szívszaggatóan, amikor az emberbe belegondol. Hogy azt mondtuk, hogy ti kapjátok meg. Meg a gyerekeitek, hozzátok őket is, ne engedjétek el őket, vigyék tovább a gazdaságot, mi majd segítünk benneteket. És akkor ott állnak, Kajászon egyébként nincs több föld. Tehát, hogy ott még ez is súlyosbítja a dolgot, ha nem az 1%-ról van itt, hanem vannak bizonyos települések, ahol több nem is lesz. Mit fognak csinálni ők a gyerekeikkel? És hogy állhatunk mi, hogy nézhetünk az emberek szemébe ott, ahol mi azt mondtuk, hogy mi fogjátok meg. És akkor jön egy nádarató tetőfedő építési vállalkozó kápolnásnyékről, és azt mondja, hogy ne ezt nektek. Ez az enyém. Vagy nem ő mondja, hanem mondja más valaki. Vagy jön a felcsúti polgármester felesége, és azt mondja, hogy hát ez az enyém. Na ezek védhetetlenek. Elmondtam én, talán többször hozták is, hogy vállalhatatlan és védhetetlen. Ez nem az, amit mi mondtunk. Nem erről szólt a történet. Vagy ilyen Nagy Péter, Kálod és Sárszentárgota, egy avas lakos, más szempontból érdekes, az is, hogy hogyan jutott négy blokkhoz, vagy két blokkhoz Kálozom, ez a Sárszentárgotán. De a kisebbeket is hozhatnám, csak ugye itt az elemzés, a lényeg kiemelése véget, én csak a 100 hektár fölötti bérleményhez jutottakat emeltem ki. Hát a kicsik között is találunk elképesztő dolgokat, itt az elemzés egyébként mond erről is néhány dolgot. Hát a nagyoknál meg egyszerűen elképesztő, és ilyen léptékben szerezték meg a következőt, hogy egy kicsit mozduljunk. Ez a föld, hogy mekkora föld, nem darabra hány szerződés, hanem mekkora földet szereztek meg. Hát itt van, látjátok, Csákvári vezérkar 1830 hektár, ami a Fejér megyében bérbeadott területek 37,5%-a. Formálisan persze 10 felé szétírva, vagy most 29 felé szétírva, 29 szerződéssel.
Tehát azt lehetne mondani, hogy amit eddig egy művelt, most már 29 műveli, hát a fenét. Hát a fenét. 1830 hektár, egyszerűen ugyanaz a vezérkar a családtól, meg magán, meg a cégeink szétírt, és elvitt 37%-ot a Fejér megyei földekből. Mészárosék. Ugye az 1200 hektárt azért meg kell említsen mind a két esetben, mert hát fölmerül, hogyha az összeszámítási szabályokat figyelembe veszik, nem lehetne több mint 1200 hektár. Összes föld, nem a bérbe adott, hanem az összes föld nem lehetne több mint 1200 hektár. Hát ehhez képest már április 10-én, amikor ez az elemzés zárul, hát ma volt 1223 például a Mészáros család kezében lévő három érdekeltségen keresztül kezében lévő föld, de hát aztán közben újabb 150 hektárt kaptak, úgyhogy most már 1370 hektár körül jár. Mikor ez nyilvánosságra került ennek az adata, hogy a magabiztosságot jelezzem annak a háttérerőnek a magabiztosságát, ami itt a döntéseket feltételek hozza, azután kaptak újabb 150 hektárt. Mikor ez teljesen világosan nyilvánosságra került már, hogy hát ez tart. Tehát ők a 25%-át vitték tehát el a Fejér megyei területeknek. És akkor még vegyük mondjuk a flíréket. Ugye ők azok, akik a 300 hektár fölöttiek, mondjuk a legeslegnagyobbakat, tehát akik 300 hektárnál is több földet vittek el. Ugye itt is 319 hektár, 6,5%, tehát az 62, 60, 70, ha jól össze kéne adni, hogy hány százalék, tehát a három elvitte közel 70%-át. Fejér megyei összes föld. Három érdekeltség. Ezt akarjuk? Erről beszéltünk? Vannak kisebbek is, ugye 21 kapta többi. Tehát 80 elvitték, ha most megnézitek, érdemes, a 8 legnagyobb, a 100 hektár fölött, ilyen összesen elvitték a földeknek a 87%-át. Hát persze, az asztalról morzsa mindig lehullik. Kapnak a többiek is. És az a tragikus, tényleg tragikus, és erről beszélgettem is olyan emberekkel, akik kaptak valamit, hogy ezek az emberek foggal törömmel védik a rendszert. Azok, akik kaptak 2-3-5 hektár. Mert nekik az is sokat számít, én ezt megértem. De ha ezt hagyjuk ezt a rendszert, akkor ez az egész, amit mi elképzeltünk magunknak vidékről, agráriumról, földről és nemzetpolitikáról és jövőről, az teljesen sútba dobható. Ebből nem lesz. Semmi olyasmi, amiről beszéltünk. Tehát ők kapták, 21-en kaptak 12%-ot, 13%-ot a földekből, és 600 hektárt kaptak 21-en meg, miközben 4256 hektárt elvittek 8-an. De ennek több mint felét, hogy a kétharmadát, azt ráadásul három érdekeltség szereztem. A legnagyobbak, akik a legerősebben a háttérből tudtak ebben. Ezekhez még hozzá kell számítani. Majd megbeszéljük Marika, hadd menjünk végre rajta, és akkor utána nyugodtan menjünk egy kicsit tovább. Csak hogy lássanak, hogy körülbelül hogy néz ki ez. Most ez a vizuális aktívus, én az vagyok, jobban meg tudja ítélni, hogy egy ilyen eloszláshoz mit is tükröz. Tehát Csákvár, ugye itt a birtok testek száma, tehát a szerződések száma bal oldal, jobb oldalt egy szemben állva, jobb oldalt pedig lenni a terület megoszlása. Csákvár, Mészárosék, Flíré, Kis. Tovább megyünk, és 21, az összes 21, a többi, az annyit szerzett, annyi. Területre annyit, darabszámra annyit. Ugye, hogy a terület sokkal kisebb, az jelzi, hogy az egyes szerződések, a bérbe adott terület is sokkal kisebb a kicsiknél. Hát azok ilyen leszli földeket megkaptak itt, ott, amok. A nagy tömböket egyben, néhány érdekeltség, ilyen arányban, egész Fejér megyében, amit bérbe adtak el. Tehát nem mintát vettem, mondom még egyszer, hanem az összes bérbe adott földet végigelemeztem, amit április 10-éig elvérbe adta. Következő, egy picit a helyben lakás problémáját. Ugye, tehát hogyha most én a magyar nyelv szabálya szerint az a helyben lakó, akinek ott van a lakhelye, azon a településen. Tehát én nem tudok más helyben lakónak minősíteni. Tehát hogyha azt nézzük meg, hogy aki nyert, az vajon ott éle, ott van-e az állam lakhelye, vagy a cégének ott van-e a központja, aki pályázott. Ha ezt veszünk figyelembe, akkor ilyen arányt kapunk, 25% minősíthető helyben lakónak, és 75% nyilván, aki kívülről jött. Ha most ebből a, bocsánatot kérlek, így mondom, a kamu lakhely bejelentéseket irányolna, nem valószínű, hogy az irodaházban laknak, gondolom én, de hát
Tehát, hogyha ezeket az erősen gyanús eseteket leveszik, akkor 17-18% tényleges helyen lakó, ahol helyben igazolják is, hogy igen, ő tényleg ott lakik ott. Ott 82% más területről jött, kívülről jött. Majd Borsodnál látjuk, hogy ez aztán még azzal is színesedik, hogy ott most már azt is megszüntették, hogy ennek a székhelynek már egy évvel előtt ott kellett, hogy legyen. A 20 kilométeren belül. Tehát ott van olyan, majd látjátok, hát elképesztő, január 23-án járt le a pályázat beadási határidő, és január 19-én jegyezték be a céget. Meg annak a profilját, majd oda is eljutunk mindjárt, amit számítási és építési vállalkozásról általános szaros marhat megisztésre mozgatított. Az illető, aki megvette ezt az építési céget, gyorsan céghelyt változtatott. Majd mindjárt oda is eljutunk. Tehát ez így is értendő, hogy ez ténylegesen a helyben lakást minősíti. Borsodi mezőség, gyorsan nézzük meg ezt még. Nem baj, talán végigmegyünk ezen, és akkor a konkrétumokról lehet beszélni. Konkrétumokhoz köthetjük a mondandónkat. Itt is ugyanaz a bérleti szerződések, a bérbeadott területet, illetve a helyi. Mennyi a helyi? Sokféle kérdést föl lehetne még tenni, de én kiemelten ezeket gondoltam elmondani, és most nem akarok itt részletesen foglalkozni. Az elsőt azt megemlítem, mert ez a példa, hogy 300 hektár fölött hárman nyertek a borsodi mezőségben, a Start 2003 BT, Kanyok Attila, ő ez a bizonyos. Egyébként szociálpedagógus a srác. Tehát szociálpedagógus. Ő vásárolta meg ezt az építőipari céget korábban, tette át a székhelyét 20 kilométeren belülre, egy ilyen lelakatolt romos házak központja a székhelynek, a cégnek. Hát azt tette meg, hogy ott van a bejelentett központja. Mezőgazdasággal soha nem foglalkozott egyébként, jelezni szeretném. Tehát, és ő három blokkot szerzett meg, ő ez a bizonyos úriember. A Getter Farm, Demeter Péter, Gelej polgármestere felesége. Ugye a Anyuk Attila, ő a megyei közgyűlés elnökének kampányfőnöke, szociálpedagógus, még egyszer mondom, Tiszaújvárosi lakos egyébként. És Fagyacki József, két érdekeltségén saját néven, illetve Puszta Agro Kft. Néven. Ez a három 12 blokkot vitt el a 41-ből összesen, ez 30%-et, tehát három itt is elvitt 30%-ot a szerződésekből, amit ott megkötöttek. Most talán inkább nézzük meg a területet, még ugorjunk. Területeknél látjuk, itt megint csak a három legnagyobbat szeretném kiemelni, bár a többieknél is nagyon érdekes nyertesek vannak, tehát izgalmas önmagában az is, hogy ki milyen szempontok szerint került oda. 493 hektár ez a bizonyos szociálpedagógus, 18% az összes bőrbeadott területeknek. Ugye ezt, csak egy zárójeles megjegyzés, ez hihetetlen bátorságra is vall az illető részéről, ha most ő tényleg gazdálkodni akarnak. Már azért 500 hektáros léptékben nekiállni gazdálkodni, ugye eredetileg arról volt szó, hogy hát kapjon egy 50 hektárt, amikor a gazdák veszítek, hogy kezdje el, ha tényleg gazdálkodni akar, senki nem akar kizárni senki, hát jöjjenek. De nem 500 hektáros léptékbe kezdje el az ember a gazdálkodást, mert hát ehhez nagyon nagy bátorság kell, mondjuk, akkor mindegyik így. A Getter Farm 465 hektár, tehát összesen az a 300 hektár fölöttiek elvittek 1392 hektárt az összes 2718-ból, vagyis az 51,2%-át az összes területnek elvitte három érdekeltség, amelyek hát izgalmas egyéb fejtegetésre is hát lehetőséget kínálnak, ha most az egyéb, itt most általam nem hozott egyéb kapcsolati rendszerről is beszélnénk. Azt majd a következő ábra ez mutatja a megoszlást, tehát így oszlik meg a nyertesek között a szerződések száma, és aztán menjünk még egyet, ugorjunk, ott pedig a földterületek megosztása. Hát látjuk, hogy milyen arányban 6-7, ugye 7 érdekeltség a 100 hektár fölöttiek, a 7 érdekeltség az nagy részt elvitt a területeket. Voltak kisebbek, természetesen látjátok, de hát az valószínűleg a statisztika miatt kell is, mert hát valahogy el kell mondani, hogy milyen sok ember gazdálkodik most már azon a területen. Ugye ezekre mondták, hogy kis Mariano a nagyokra, mert ugye korábban tudni kell, hogy a Mariano Kft. Művelte, és egy rógérség volt 10 éven keresztül, vagy 15 éven keresztül ezt a területet.
10 forintért, meg 0 forintért bérbe véve az államtól, és az állam nem volt képes visszaszerezni tőle ezt a földet, pedig azt se hajtotta végre, ami kötelező lett volna, ezek természetvédelmi területek. Nyilvánvaló ott is valahol kellett valakinek lenni, aki segített abban, hogy az állam ne tudja érvényesíteni a saját érdekeit. Tehát hiába perelte az állam ezt a Mariánót, nem sikerült tőle visszaszerezni a földet. Hát, az egy érdekes további, ezzel most én nem foglalkoztam, érdekes további elemzést, ez a tényfeltáró újságírásnak a problémája, tehát idős dolgokban nem érnekünk. Elég, hogyha tényekkel foglalkozom, hogy milyen kapcsolatok vannak egyébként a korábbi bérlő Mariánó és az emberei, illetve az új nyertesek bizonyos köreik között, illetve hát találunk olyanokat is, ahol helyi információkat tényleg, hát le is ellenőrizve mondhatom nyugodtan, hogy strómanként szerepel az illető. Miskolci, az egyik mögött Miskolci, multimilliárdos vállalkozó áll, aki nekem írt is egy levelet érdekes, és elkezdte nekem magyarázni, hogy milyen kapcsolatban van az illető hölgyel. Én csak azt írtam, hogy állítólag a helyiek szerint van egy ilyen kapcsolat. Én kaptam egy kétoldalas hosszú levelet, amiből leírja. Szépen mondom, köszönöm a pontosítást, mert amikor a monográfia erről meg fog jelenni, abban már szeretném abban a könyvben a fontos adatokat szerepeltetni, hogy köszönöm a pontosítását az információknak. Ugyanígy kaptam a Fejér megyéből is ilyen leveleket, ami kicsit nem cáfolja, amit mondok, hanem pontosítja. Nem egészen úgy van, mert ott a izé is, az is tulajdonos, meg nem tudom, mint azokat. Nagyon izgalmas. Ha nem a az életünkről lenne szó, ha nem a jövőnkről lenne szó, ez egy hihetetlenül érdekes, tragikomédia, inkább így mondom, de inkább tragédia, mint komédia, de vannak ilyen elemei is a dolognak. Helyiek, hogy néznek ki Borsodban? Nagyjából azonos itt is, ugye a helyben lakó 23%, ha a területet nézzük. Tehát még a szisztéma is körülbelül az arányok is nagyjából úgy vannak beállítva, hogy egy olyan egynegyed legyen, egynegyed körül helyben lakó, háromnegyedet akkor el tudunk máshova terelni. Ennyit a helyben lakó családokról, meg a helyi hozzákozó családokról tovább. Hát ez csak összesíti ezt, ugyanezt mutatja, hogy a helyi lakosok a blokkok szerint, illetve az elnyert terület szerint konkrétan mennyit. Ugye a helyben az összes elnyert terület 2718, ebből a helyiek 637 rossz a fejlét, ott hektár van, 637 hektár, tehát 23,4%-ot tudtak megszerezni, bérbe venni a magyar államtól tovább. Na most itt az az izgalmas ebben a borsodi témában, hogy mi ezt zászlós hajónak gondoltuk, ezt a borsodi témát. Tehát, hogy visszavesszük egy spekuláns, ráadásul nagyrészt külföldi érdekeltségű tőkés csoporttól a földet, ez 4200 hektár, amiről itt szó van, és mintaértékkel végigvisszük a folyamatot, hogy a helyi közösséggel egyeztetve hogyan tudjuk úgy oda juttatni a helyi családokhoz, hogy ebből a legtöbbet hozzunk ki a közösség számára. És itt bizony korlátozni kell önmagamat is. Nekem azt mondták, hogy nem vagy te normális, hát ezek egymásnak fognak esni, és elvágják egymás torkát a földért. És nem így történt. És nem így történt. Hanem 81 néhány egységben tulajdonképpen a pályázati föltételeket sikerült úgy kialakítani, hogy egy egyenletesebb eloszlása lett volna, és az emberek hozzájutottak volna a földekhez. Hát bizonyos körökhez nem tetszett. Tehát amikor leállították a pályázati rendszert, ezért állították le. Amikor már pedig a beadási határidő lejárt. Tehát beadták a pályázatokat, lejárt a határidő, és 10 órával azután visszavonta a tárca a pályázatokat. Én erre utólag értesültem, szóval is tettem miniszter úrnak. Buda Gyulával együtt, ez megint a bája a történetnek, hogy a tragikomikus eleme a dolognak, hogy hát Gyula volt az, aki azt mondta nekem, hogy hát ez tartatatlan. Hát szétverik a saját zászlós hajunkat, ahol be akarjuk mutatni, hogy működik. Menjünk a miniszterhez. Bementünk, és 8-4-ben ezt megbeszéltük, úgy, ahogy én ezt leírtam is történetben, és hát most már sajnálom, hogy tettem azért egy ilyen kis megjegyzés zárójelben, hogy rám nem hatott, vagy az én emlékezetemre. Nem okozott nálam ilyen emlékezet kiesést az államtitkári kinevezésen. Lesz, bocsánat, kérek, ezért minősítettem. De hát a tények ezek. De hát, hogyha a helyi gazdaközösséggel egyeztetünk, és azt mondták, hogy legyen a felső határ 200 hektár, aminél többet senki nem vihet el.
Mert hát korlátos az előforrás. És azt szeretnék, hogy sokat jussanak hozzá. Meg három blokknál többet senki ne szerezhessen. Tehát legfeljebb három blokkra adhat be pályázatot. Ezekben az alapkritériumokban megegyeztek ott a gazdák. Nagyon nagy dolog egy közösségben megegyezni, és egy picit mindenki hátralép, hogy a másiknak is jusson valami. Közbirtokosság és egyebek azért visszaköszönnek nekünk, ezeket a közösséget kéne újraéleszteni. Ezt minősítik ma úgy, hogy én, bocsánat a kifejezését, én lezsugáztam helyben a pályázatot. Hát ez volt az ideál. Hát azt mondtuk, hogy a helyi közösséggel együtt kell kialakítani a rendszert. Hát mit akarunk? Hát azt, hogy működő helyi gazdaközösségek legyenek. És az erőforrásokhoz hozzá tudjanak jutni. Ez volt az első pályázat, ezt visszavonatták, visszaadták bontás nélkül a pályázatokat. Gondoljátok el egy közösségben, mit jelent ez? Hát szóval tényleg nagyon nehezen értem én ezt meg ezt az időszakot, és innentől kezdve vették el tőlem a földbérleti rendszernek bármilyen ügyét, és az eredmény pedig ez lett ehhez képest. Ezeknek az uraknak a nagy része, amikor látta, hogy a 200 hektárnak úgyse lesz elég, be se pályázott az első körben. Az ömek külső. Nem azt mondom, vannak helyiek, és ha itt vannak helyiek, ne elnézést kérek mindenkitől. Tehát értsék meg, azok is, akik ott nyertek. Hogy nem biztos, hogy azért nyertek, mert azért nyertek. Hanem azért, hogy legalizálni lehessen azt a másik nagy szeletet, ami ebből a köbdiagramból kijön. Hogy hanyan vitték el, vannak ott is sebek, természetesen. De hát így néz ki a történet. Még egy picit tovább. Hamarosan a végére élek. Ez csak az összesítés. Tehát 7600 hektár, gyorsan végigfutunk itt, hogy mi is a végkonklúzió. 7600 hektár, abból a 17000-ből végelemeztem, ami akkor vérbe került. 138 vérleti egységet, 55 hektáros átlagos blokkmérettel. A nyertesek 70 darab pályázó nyert, tehát az egész terület 7600 hektár 70-en vitték. De ez 49 érdekeltségbe sorolható. Mert ha az érdekeltséget nézzük, akkor már csak 49. A pályázónkénti szerződés szám, hogy egy pályázó hány szerződést kötött, átlagosan ez 2. Érdekeltségenként vizsgálva ez 2,8. Ha egy pályázóra jutott átlagos terület, az 109 hektár. A egy érdekeltségre jutó átlagos terület pedig 155 hektár. 100-tól, vagy 6 hektártól egészen föl, 1800 hektárig vér ezt a léptéket, az átlag ennyi. Na most, ha megnézzük a nagyokat, tehát ha mondjuk így a Szabó Csaba volt szíves azt mondani, hogy annyira tetszik nekem, hogy mindenhol be is írom a földügyi biztos, hogy az olimpiai bajnokokat. Mert úgy szoktam mondani, hogy hát tehát miért foglalkozunk a többiekkel? Hát a sportban is nem a vesztesekkel szoktak foglalkozni. Hát beszéljünk az olimpiai bajnokokról, a nyertesekről. Hát, hogyha az olimpiai bajnokokat nézzük, akkor valóban sokkal jobb eredményt produkáltak. Itt ugye összesen 33 pályázóról van szó, mondom még egyszer, több mint 40% az összes bérbeadott, eddig bérbeadott területeknek 33 pályázó vitte el. 15 érdekeltséghez tartoznak. 15 érdekeltség. 91 földrészletet szereztek meg. Ez a 66% az összes földbérleti szerződésnek, vagy a földrészletnek. A területből elvittek a 7600-ból 6500 hektár. 6500 hektár. Ez az összes terület 86%, ezt nyilatkoztam. 15 érdekeltség. Vagy ha engedékenyek vagyunk, és azt mondjuk, hogy a csákváriak azok külön családok. Ugye, de hát nyilvánvaló az egy érdekeltség, mert a csákvári területeket, az államgyógyság területek írkálták szét. Ha engedékenyek vagyunk, akkor 18. Akkor 18 család vitte el az összes földterületnek a 86%-át, amit április 10-ig bérbeadott a magyar állam. A pályázónkénti földrészletek számait magasabb 2,8. Az érdekeltségenkénti bérbevett területi egységek száma, tehát a szerződések száma, hogy hány nyertes pályázata volt, 6,1. Az egy pályázóra jutó terület itt az olimpiai bajnokoknál 197 hektár,
és egy érdekeltségre vagy egy családra számítva ez 434 hektár. Szó nincs 30 hektáros kis családokról. Szó nincs, legalábbis az esetek 86%-ában. A terület 86%-án szó nincs ilyesmiről. Adott érdekörök masszívan a helyiek előtt zömében 75%-ban megszerezték a földet, mennyit még egy. Még azt hiszem, hogy egy-két ilyen ajánlások, mit tudnék én ehhez hozzátenni? Szerintem a következő dolgok elképzelhetetlen, ne történjenek meg ebben a helyzetben, ha mi komolyan veszük a saját programunkat. Le kell állítani a szerződéskötéseket, és álljunk meg. Jó felé megyünk, mert nagyon rossz lesz visszatérni a Zsák utcából, ha még inkább előre haladunk ezen az irányon. A már megkötött szerződéseket meg kell újra nézni. És itt nem azokról van szó, akik tényleg helyben lakva, tényleg kis területekhez is kiegészítették a birtokukat, hanem ha mondjuk akkor legalább az olimpiai bajnokokat újra kéne vizsgálni, hogy hogy is néz ki a történet. Kormányzati és parlamenti, és vagy parlamenti vizsgálatot kéne folytatni, vagy megoldást kell találni rá. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy egy hivatalos bizottságot kellene felállítani, hanem arra gondolok, hogy ezt a kormány, illetve a frakció vizsgálja meg ezt. A helyi gazda és falu közösségek is bevonó új, átlátható pályázati rendszerre van szükség. Tehát ahogy ezt a borsodi mezőségben megpróbáltuk, a helyi gazda közösségekkel együtt, akik pontosan tudják, ki kicsoda, és azt is tudják, hogy kinek milyen van, hány állata van és mi van, és pontosan meg tudják beszélni, hogy akkor ki milyen irányba tud tovább menni, hogy a közösség maga együtt gyarapodjon, ezzel a helyi közösséggel megbeszélendő maga a pályázati rendszer, és csak az lehet eredményes, ahol ilyen típusú konszenzust is tudunk helyben teremteni az emberek között. Új pályázati kiírásra van szükség. Ehhez az én megítélésem szerint az a pályázati rendszer, ahol végig tárgyaltak mindent a közösség, az önkormányzatok a 9 település közösségeivel, nagyon korrektül a Nemzeti Park Igazgatóság ezt lebonyolította, ez lehet a minta. Most vannak nagyon fontos alapelvek szerintem tanulságok, amik itt ebből következnek, amit aztán a földtörvényben is érdemes lesz majd érvényesíteni. Ilyen alapelv, hogy az állami földek jövedelmének azt a települést kell gyarapítania, amelynek közigazgatási területéhez tartozik. Azaz ő erőforrása, azt a közösséget kell, hogy erősítse. Kettes. Csak helyi gazdák pályázhassanak. És ettől csak akkor lehet eltérni, hogyha helyben nincs erre vállalkozó. De akkor sem akárhonnan, hanem a vele határos, szomszédos településekről a határ legalább összeér. Ott lehessen pályázni a földre, de elsősorban a helyben lakó gazdák, a helyben lakó gazda családok. Ide értem én, és ezt azért szeretném még ide tenni, mert nagyon fontos eleme volt a mi föld- és birtokpolitikai koncepciónknak, az minden demográfiai földnek. Előregszik a gazdatársadalom, és egyébként katasztrofális demográfiai lejtmenetben vagyunk. A közös erőforrásunkat, a földet felhasználhatjuk arra is, hogy ezen a helyzeten is változtassunk. Ez már a közjó hivatalosan be kéne jelenteni. Tehát amikor én sokáig, még talán három mondatot megengednek így a végén, mert hát hónapok óta nem sokat beszéltem én ezekről, mert az volt az elképzelésem. Addig, amíg a kormányban voltam, hogy a kormányon belül, aztán amikor nem voltam a kormányban, akkor a frakciómon belül, a politikai családomon belül, és elmagyarázom ugyanezeket a dolgokat. Mindenkinek minden elküldtem. Mindenki minden elemzést ismert. Leveleket írtam az összes nagyfiúnak, ha szabad így mondani, aki döntési helyzetben van, vagy a körül van, hogy mi a tét, hogy mit kéne csinálni, mi a baj, hogy kéne változtatni. Annyi eredményes sikerült elérni, hogy nem a 31 ezer hektárra történt meg a szerződéskötés egyelőre, hanem csak 18 ezer hektárra. Másrészt szóba kell azért azt is még hozni, és ezt is hozzáteszem, hogy összességében 65 ezer hektárról volt szó, és a másik 34 ezer hektárról pedig azt lehet tudni, hogy olyan érdekkörök kezében van zömében, ahol már lejárt ugyan a szerződés, de kísérjétek pályázatot. Ott meg ki kell írni ezeket a pályázatokat. A lepsényieknél ez a tipikus eset, a Dél-Balaton Agro két éve lejárt szerződéssel, évente hosszabbítják. Az egyik ilyen nagy érdekcsoporthoz tartozik, tarthatatlan. Ki kell írni a pályázatokat ott is.
Most én ezekre mind fölhúztam figyelmet mindenkinek. Ugye a Biblia mondja, hogy először négy szem közt figyelmeztette fel a barátodat, hogy nem jól cselekszik, hogy bűnt követel. És innentől, aztán egy mondjuk a családon belül, egy szűk baráti körben figyelmeztest, hogy nem jó, amit csinálsz. Aztán innentől az ő lelkiismeretén múlik, hogy mi történik, de neked meg az a dolgod, hogy kijebb menj akkor a külső körökre. De belülről szabad csak kifelé ezt is. Először neki kell mondani, hogy nem stimmel a dolog. Én ezt megtettem. Ezt megtettem először a minisztériumban, aztán megtettem a kormányban, aztán megtettem a saját frakciómban. Több körben megtettem, és most az a fázis érkezett el, amikor kevésnek tartom ennek a hatását. És ezen csak úgy látok változtatni, hogyha a kört szélesítem, és megbeszéljük újra az emberekkel, hogy egyrészt jó-e az a program, amit eredetileg elképzeltünk, így gondoljátok, hogy még másrészt szembesítem az embereket azzal, hogy amit én látok ebből most, az nem a felé megy, mint amiben megegyeztünk. Mondjátok meg, mit csináljunk ebben a helyzetben. Itt tartok, és én ezekkel a tényekkel szerettem volna a mai tanácskozáshoz hozzájárulni, amelyeknek szerintem olyan tanulságai vannak, amelyek kihatnak a továbbiak a földtörvényre és a további állami földbéleti pályázati rendszerre is. Én jó tanácskozást kívánok. Talán még annyit hozzáteszek, hogy szeretném a szabad vegyértékeimet megőrizni. Ezt nem részletezni tovább. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben, és még mindig szenti hiszek ebben a kérdésben egy nemzeti konszenzust is akár el lehet hűzni. Egy 90% fölött egy konszenzus. Nyilván lesz egy 5-10%, aki nem ért egyet vele. De azért az egy nagy dolog lenne, hogyha ebben a dolog ígyben, mint ahogy a ilyen módban is sikerült egy nemzeti konszenzust kialakítani. Látjuk, hogyha ezt sikerül kialakítani, ilyen erős hatása van, hihetetlen multinacionális tők és csoportokat is tulajdonképpen kordában tudunk tartani. Miniszterelnök úrnak is ezt próbálom magyarázni, hogy a belső emberekkel kell szövetséget kötnünk, nem ezekkel az alapokkal. És ha ezt a belső kohéziót megerősítjük, akkor kifelé is sokkal erősebbek leszünk. Ezt szeretném elérni, azt gondolom jelen helyzetben, hogy ezt akkor tudom a legjobban szolgálni, hogyha ahogy én korábban sem voltam egyetlen pártnak sem tagja, és szervezetem sincs, ezt a fajta lelkiismereti szabadságot szabad. Szeretném megőrizni értelmiségi felelősségem mentén, a lelkiismeretem szerint szeretnék mindig eljárni, és ehhez szeretném minél többek partnerségét megszerezni ezen az országban. Köszönöm szépen! Először, mielőtt a kérdéseké lenne a szerep, mert ugye mégiscsak az, hogy ki a kérdéseket, például nem lehet, hogy az ember a hangon, bocsánat. Szabad megfelelés, akkor a következő. Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Én Szentesi Emil vagyok, a sajtóelnök klubjának az elnöke, és 51 éve foglalkozom az államszervezeti kérdésekkel, és hát itt is bebizonyosodtam a mezőgazdasági áldozatban, hogy gyalázatosan működik az államszervezet. Pedig hát az államszervezetet azért hoztuk létre, fizetjük minden intézményét, hogy bennünket szolgáljon az államszervezet, és nem is szolgáljuk az államszervezetet. Ezt már kicsit később bővebben ki akarom feltenni, most csak annyit, hogy fölháborító az, hogy azok az emberek azért lettek megválasztva, hogy a népet és az országot szolgálják, kis tűkörösségeknek adják el az egész országot, kiárusítják, és gyakorlatilag nincs semmi következmény. Még egy mondat,
nem parlamentből összeállított bizottságunknak kellene vizsgálni a személyiséget, hanem civil szakértőkből összeállított bizottságot kellene létrehozni, és akkor nem volna az, hogy egy-két évig vizsgálják, egyik párt nem ért bele egyet, a másik párt nem ért bele egyet, és nem történik semmi. Ennyit a... Ott csinált egy, rendezett egy politikai cirkuszt. Nem tudom, talán valamelyik televízió hozta is, ahogy ott van, mint a kocsmába. Hát én azt hittem elsüllyedett. Hát ez lenne az elitje ennek az országnak. Ez lenne az elitje ennek az országnak. Hát akkor mire számítunk ebben az országban? Egy kocsmai, alpári veszekedés volt televízió nyilvánosság előtt, oda rendelték a televíziót is. Ezzel elment egy része az időnek, a bizottsági ülés egy része. Bementünk, ott egy áldatlan vita elkezdődik, csak hogy... elmondjam, hogy milyen módon tudtunk ott mi betekinteni az adatokba. Egy áldatlan vita kezdődött arról, az is egy ilyen mesterségesen kirobbantott politikai vita volt, aminek szoktak lenni, aminek semmi értelme nincs, hát a lényegről kell beszélni, nem ezekről az ügyekről. Arról, hogy tudnélik a titkosítás az mit jelent és ki mibe tekinthet be. Tehát be se tekintettünk semmibe, ott órákon keresztül ment a vita. A végén maradt 50 perc arra, hogy a több száz pályázatot, amelyek egyébként alig voltak ott összerendezve, tehát hirtelen azt se tudtad, hogy hol mi van, nézzük át. Most ez arra volt jó, hogy utána heteken keresztül a Gyula mindig azt mondta, hogy hát megnézte a bizottság, és nem talált semmit. Hát jó. No, akkor én azt kértem, hogy akkor egy külön napot kérek, amikor az összes pályázatot én át fogom nézni. Abba állapodtunk meg, hogy fölhozzák az NFA-hoz, ez a borsodi mezőséges pályázatok voltak alapvetően, mert az volt akkor aktuálisan napirenden. Akkor ezt megtiltotta a VL vezetése, hogy fölhozzák Budapestre. Mondom, jó. Azt az üzenetet kaptam, hogy ha akarok valamit, akkor menjek Egerbe. Jó. Hát én szeretek vonatozni, egyébként korábban is. Nekem semmi kötődésem ehhez a politikai terephez egyébként. Én nagyon sokat jártam vidékre, szeretek vonatozni. Olyan jó társaságok össze is jönnek időnként. Nem mindig jó társaságok, de jó társaságok is összejönnek a vonaton, meg lehet beszélgetni. Elmentem Egerbe, egy napot én ott ültem, és végignéztem tételesen mindent, a borsodi mezőséges elemzés egy-két momentum az éppen ott derült ki. Például az, ezt azért elmondom, hát az ellenőrző bizottságnak azért van bizonyos funkciója, és ez jó, hogy ez megvan, mert lehetett bizonyos dolgoknak utána menni. Például az, hogy az egyik blokknál, de hát ez csak egy példa, sok ilyet találtam. Az egyik blokknál, amit bérbe adtak, négy pályázat érkezett. Az első és a negyedik pályázó az szó szerint ugyanazt írta. Tehát az üzleti tervében. Hát talán ugyan nevek azok mások. Tehát azért mondtam, hogy majdnem azonos a szöveg, a miniszter úr azt mondta, hogy az nem azonos. Hát persze, a név például különböző. Az egyiket így hívják, a másikat meg úgy hívják. Meg volt egy mondat, ami a helyzetéből fakadóan, hát az érthető volt, hogy nem írhatta azt, mert ő nem az. De egyébként teljesen szó szerint valóban a vesszőhibák is azonosak a két pályázatban, és a nyertes pályázó ugyanerre a szövegre 120 pontot kapott a bírálat során, a negyedik helyezett, aki ezzel lett, a negyedik pedig 60-at. De ugyanarra a szövegre. Hát a név, valószínűleg a név miatt kapta a 60 különbséget. De maga a pályázat, tehát ugye ez az a pont, amire mondtam, hogy hát kérem szépen, hát hogy lehet ez, hogy nincs meghatározva, hogy az üzleti terv, gazdasági és szakmai értéke, azt hogyan kell értékelni. És egyik kapott, ez a bizonyos szociálpedagógus. Kapta a 120-at, aztán aki ott gazdálkodik, már nem tudom mióta, valószínűleg ő írhatta, gondolom, mert hát egy szociálpedagógus nem tud volna olyan szöveget írni, mert egyébként a szöveg maga rendben volt. Szakmailag, tehát én elolvastam, hogy mit írt. Még csodálkoztam is. Egy szociálpedagógus. Szó szerint tanulom szöveg. Tehát én azt tudom mondani, hogy az ellenőrző bizottság, aki kiteszi a maga dolgát, az most nem együtt működik, hanem kiki a bizottság tagjai, vagy akik csatlakoztak hozzá, folytatják az ügyeket. Én azt szeretném ebből kihozni, hogy én végig fogom a nyáron vizsgálni a 18 000 hektárt, hogy legyen egy teljes képünk először is. Hogy amikor az új pályázati rendszer, mert jön a többi is, hát ki kell írni a többi felület is, amikor az napirendre kerül, akkor egy teljes világos képet lehessen a nyilvánosság elé, meg a nagyfiúknak, mindenkinek elküldeni. Az összes frakciótársamnak, mindenkinek mindig mindent elküldöttem.
tudjátok, ott van mindenkinél, ettől pillanatok kezdve az ő lelki ismeretére van bízva, és ettől pillanatok kezdve nem lehet azt mondani, hogy de hát nem tudtam, miért nem mondtad. Ennyit a bizottságról, de azért az nem egy lényegtelen dolog, hogy létrejött egy ilyen, és hogy aztán hogy fog valamit összegezni, azt én nem tudom. Ugye az ellenőrző bizottságnak általában ellenzéki vezetője van, itt is egy szocialista képviselő a vezetője. Én a saját lelkiismeretem szerint használom ezt a keretet arra, hogy utána járjak a dolgoknak. De én azt nem tudom, hogy a bizottság maga aztán, és mire fog jutni. 2010. februárjában miniszterelnök úr hívott meg a kormányba. Két órán keresztül beszélgettünk, számomra ez egy meglepő helyzet volt, mert nem számítottam erre. Semmilyen ambícióm egyébként nem volt, láttam, hogy legalább 3-4 miniszteri jelölt, meg 5-6-3 titkár jelölt van a terepen. Jelöltek és önjelöltek. És ilyen apropóból nekem egy teljes meglepetés volt. De egyrészt szeretném elmondani, hogy miniszterelnök úr hívott, hogy vegyek részt. És még ő mondta, hogy természetesen képviselő is legyek, valószínűleg jobban ismeri ezt a terepet, mint én. Mert én mondtam, hogy hát akkor valószínűleg képviselőnek nem kéne. Azt mondja, itt ezen a terepen könnyen történhetnek balesetek. Úgyhogy, tehát azt szeretném hangsúlyozni, még mielőtt bármilyen koalíciós egyeztetés lett volna, hogy kik vannak, hol, milyen listákon, az a miniszterelnök úr hívott. 6 szem közti beszélgetésünk volt erről egy-két dolgot, azt hiszem sajtó is volt, ahol tisztáztunk bizonyos ügyeket, és ő maga kért, hogy vegyek részt a kormányban. Tehát erről egyrészt nem jut kettő. Én a politikával nem szervezetek mértékben. Amikor 2005-ben a gazdademonstráció volt, persze engem formálisan Jakab István hívott, hogy segítsek a demonstráció, a tárgyalásokon. De én az emberek miatt jöttem ide. Tehát nekem nem a szervezetek, soha nem a szervezetekkel foglalkoztam, hanem azokkal a közösségekkel, akikkel közt sokat jártam. És aztán itt 3 hét alatt még szorosabb kapcsolat alakult ki egy éles helyzetben. Nekik ígértem meg ott, hogy addig nem nyugszom, amíg nem az történik, mint amiben mi együtt megállapodtunk. Vagyis amíg a helyi családok nem jutnak olyan helyzetben, amikor megállapodtunk. Én nem változtam. Én ugyanazt akarom. Szeretném, ha az a politikai család és szövetség, ahova most én formálisan tartozom, ez se változna, mert mi ebbe állapodtunk meg. Ha más tesz, attól én nem fogom a saját véleményemet megváltoztatni. Tulajdonképpen ez a konfliktus zajlik most, és ezért mondom azt, hogy a saját szekeremet nem szétverni szeretném, hanem visszafordítani a jó irányba. Ebben persze benne van az is, hogy én úgy látom, hogy nem jó irányba tartunk ezekben a figyelőben. Tehát ennyit, hogy én mennyiben vagyok bárkinek a országgyűlési képviselője, én az embereknek vagyok a képviselője, azért küldtek ide, hogy ezt a dolgot próbáljuk keresztül vinni, én ezt ígértem nekik, és feltételezem, talán nem ad nagyon önteltnek ez a kijelentés, hogy valamivel többen szavaztak erre a választási listára, amiatt, mert én kértem az embereket, hogy segítsetek, hogy kellő erővel tudjuk változtatni, mint amennyi szavazat ahhoz az egy mandátumhoz kell, ami az én mandátumom. Ha az én családom úgy dönt, mert van ilyen, hogy kitagadnak gyerekeket a családból. Lehet, hogy a gyerek a hibás, lehet, hogy a család fordul más irányba. Ha kitagad engem az én családom, én egyszer voltam kereszténydemokrata néppártnak rövid ideig tagja, alapító tagja voltam, ezért nem jól mondtam, hogy nem voltam pártnak, nem tartottam szervezethez, mert azt szerettem volna, hogy egy keresztény szociális értékrend jelenjen meg ebben a magyar társadalomban, ami az elmúlt akkor 40 évben nem jelenhetett meg. Tehát én az emberek megtartozom elszámolással, és semmi más szervezetnek. Ha a családom kitagad, akkor van egy olyan csoport, amit úgy hívnak, hogy függetlenek. És a lelkiismeretem szerint teszem a magam dolgát, hogyha erre vonatkozott a kérdés. Egyébként ugyanezt elmondtam a MAGUSZ elnökség ülésén. Jó 5 órát beszélgettünk, tehát egy elég komoly beszélgetés volt. Én
Mindezeket elmondtam, amit itt is nektek is elmondtam. És próbáltam szembesíteni. Nagyon érdekes volt a helyzet, mert ami úgy indult az elején, hogy talán itt megpróbálnak engem rávenni arra, hogy én adjam vissza a mandátumomat, a végére egy más fordulatot lett. Nekem ez volt a megnyomásom. Tehát el sem jutott odáig a dolog, hogy ez fölmerüljön. Szembesítve ott magukat a makoszos vezetőket is azzal, hogy az, hogy néhányan kapnak azok közül is, akik a mi embereink, az ne tévesszen meg senkit. Tehát a fő tendencián kell változtatni. Érdekes volt aztán a nyilatkozat, nem tudom, hogy nem kapnak-e ki ezért a fiúk, mert azt mondták, hogy egy baráti beszélgetés volt, és nem kaptam kritikát az 5 óra alatt. Ugye ez értelmezhető úgy, hogy egyetért velem a az elnökségem. Hát ezeket nyilván számon fogom kérni, tehát ha ilyen deklarációk voltak, akkor meg kell ennek a konkrét lépésekben is nyilvánulnia. Tehát én ezt nem szeretném tovább ragozni ezt a részét a dolognak, azt remélem, és ez valóban a változáshoz kell egy nagyon erős érdekképviselet, ami valóban a helyi közösséget képviseli, de én ezt most nem akarom tovább kommentálni. Ez egyébként a programunkban szerepelt, erre szövetkeztünk egyéb iránt. Szeretnék példát mondani nektek erre. Ha az önfoglalkoztatást is figyelembe vesszük, már pedig a mezőgazdaságban az önfoglalkoztatás, különösen a családi gazdaságról beszélünk, az egy meghatározó, és ehhez adjuk hozzá a bérmunkásokat, akkor egy olyan 450 ezer fő teljes foglalkoztatás van ma Magyarországon a mezőgazdaságban. A terület felét használják nagyjából ezek a tőkéstársaságok, a másik felét durván az egyéni gazdaságok. És míg a tőkéstársasági formában működő részen, ahol csak bérmunka van, hát ott a menedzsment nem dolgozik, a bérmunkásokat alkalmaz, sőt ő is maga is alkalmazott, fizetett bérmunkása, így vesszük a tőke fizetett bérmunkása, ott 84 ezer fő a foglalkoztatás az egyik felén a földnek, a másik felén a földnek pedig több mint 300 ezer. Ha mi munkát akarunk vidéken, akkor elkerülhetetlen, hogy megváltoztassuk a birtokstruktúrát. Családi gazdasági modell négyszer annyi embernek ad ugyanazon a földön munkát, mint a tőkéstársasági forma, és ez abból fakad, hogy a tőke a hozadékot kiveszi, ezért fektet be. Itt pedig magát foglalkoztatja a család, és megél belőle. Ez legalább olyan értékes foglalkoztatás, mint a bérmunka. Sőt, ha a generációkra előre nézünk, és a stabilitást nézzük, a társadalmi és gazdasági stabilitást a vidéki térségben, akkor ez sokkal-sokkal többet ér, mint az egyszerű tőkebefektető, aki a hozadékban érdekelt, és elüti a menedzsmentet, elcsapja a menedzsmentet, hogyha nem elég nagy az év végén a hozadék. Nem erről szól a mezőgazdaság. Tehát nagyon lényeges kérdés az, amit felvetődött, hogy valóban a nagybirtokrendszer az egy téves megközelítés, hogy nekünk ilyen mértékben szükségük lenne a nagybirtokrendszerre. Nem is beszélt erről a program egyébként. Ez mostanában merült föl, hogy mennyire értékesek ezek a tőkés társaságok. A verseny hatékonyságra szoktak hivatkozni. Ehhez hagyd tegyem hozzá, hogy ezek a társaságok átlagosan ma 1,4-szer annyi támogatást kapnak, mint a kicsik az egyéniek. A földet általában, ezt említettem, milyen arányban ezek használják, gyakorlatilag semmi pénzért. Ingyen kapja az erőforrásokat. Ráadásul ugye a közös kasszákból, amit lehet, kivesz. Ha igazak ezek a céghálók, és amiben ott látjuk ezeket az offshore cégeket, befizetni nem nagyon akar, bár mindig erre szokott hivatkozni, hogy mennyit befizet, és akkor fogjuk megoldani a problémáinkat. Sőt, ugye ráadásul nem is itthon vásárol, ahogy a húsosoknál például mondtuk. Tehát ez a fajta nagybirtok, nagyüzem, ez, ha a társadalmi hatékonyságot nézik, és másról nem érdemes beszélni, környezeti, a gazdasági és a foglalkoztatási regionális, a közösség szempontjában mérhető teljesítményeket kell együtt megnézni a két oldalon. Vitathatatlan, hogyha a közjó szempontjából nézzük, összehasonlíthatatlanul jobb a családi gazdasági modell és a ezzel párosuló szövetkezeti modell hatékonysága, mint a tőkebefektető társaságok által működtetett mezőgazdaság és vidék. Ha most mi ebből a szempontból vizsgáljuk, már pedig az állam mit nézhet? Hát csak a közjót nézhet, innen nem a közjó szolgálatára jött létre az állam. Nem erre tartja fönn
a közösség az államnak? Ha ezt a dolgot nézzük, nem lehet más megoldásról szó. Könnyű úgy hatékonynak lenni, ha a hasznokat én teszem zsebre, a károkat meg a társadalom fizeti meg, munkanélküli segéllyel, egészségügyi járulékokkal és a többi adóbeszedéssel finanszírozzátok ti a problémákat, a haszon meg az enyém. Ez így nem megy. Ezt alapvetően meg kell változtatni, úgyhogy egy nagyon fontos elv, és a Arany Gimnáz terminál is ugye itt azok a két egyet, amik fölmerültek, ez teljesen jogos szerintem, és egyfajta üzenetértéke is van, én is így látom. A dolognak vissza kell térnünk az eredeti programunkhoz, amire mi a fölhatalmazást kaptuk, mondom még egyszer. Mi arra kaptuk a kétharmadot, legalábbis az, akikkel én beszéltem, arra kaptak. Azok arra adták a fölhatalmazást, hogy ezt a néppárti, a helyi közösségeket, a helyi gazdaságot, a kisközepes családi gazdaságot és ezek szövetkezeteit erősítse meg, a helyi közösséget és a helyi gazdaságot, a helyi társadalmat erősítse. Erre szól a fölhatalmazás, hogy nem kell más csinálni, mint ennek a végrehajtását. A Földrendező Bizottság kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy persze van kockázata, és ugye a megjegyzésekből itt ott hallja, és az ember, hogy annak is van kockázata, ha egy helyi ilyen közösség létrejön, és akkor dominánsára ugyanazok vesznek részt, akik egyébként is rátelepülnek a közösségre. Mégis azt mondom, hogy erre persze nagyon figyelve, hogy kikből áll lesz, de a helyi közösségek nélkül nem lehet játékszabályokat hosszú távon működtetni. Lehet, de a végén, ahogy a Kókának is annak idején én javasoltam volna, amikor eladta a helikopterét, egy ideig lehet működtetni a dolgokat, de kár volt eladni a helikopternek egy idő után, futva kell úgyis menekülni. Tehát egy közösségben nem lehet hosszú távon működtetni dolgokat, ha a közösség egészének a java ellenére valósulott meg valami. Kiskirályok, helyi oligarchák, ugye nagyon divatos, persze mindenütt vannak, és erre nagyon figyelni kell, hogy ha helyben mi egy közösséggel tárgyalunk, akkor a közösség tényleges szereplőivel beszélünk, és ne azokkal a domináns urakkal, akik egyébként a közösség kirablásával jöttek el, mert sok ilyen van. Ezek is oligarchák, nem csak a legnagyobbak, akikről itt szokás beszélni. Visszafelé menve, az analógia egyébként kínálkozik, tehát tényleg sok hasonlóságot látok én is, és még abban is hasonló a helyzet, hogy azt hiszem, hogy nem történt meg akkor a rendszerváltás, és egyszer meg kéne történnie. Most megint egy ilyen követelő időszak van, amikor a rendszerváltást kéne valahogy befejezni legalább. Mondjuk azt, hogy elkezdődött. Legyünk nagyon jó hiszeműek, de nincs egy végrehajtott változás az alapelvekben, amiről a hátul a nemzetellenben beszéltünk, vagy egy új a kérdésekről is azt az összefoglalót, ami szerintem a föltörvényt is érinti reményhetőleg. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nem egy nagyon egyszerű feladat ilyenkor, ilyen melegben délután kettőkor előadást kezdeni, de mivel megígértem, azért megpróbálkozom vele. Bocsánatot, hátul legyen szíves mindenki fejezze be a kis előadást, de nagyon szívesen meghallgatjuk később, csak párhuzamosan hallom még innen is hangosítás nélkül. Bálint, légy szíves! És szakmám szerint agrármérnök és környezetvédelmi szakmérnök. 20 évvel dolgoztam egy mezőgazdasági nagyüzemben, egy 17 ezer hektáros mezőgazdasági kombinátban. Végignéztem azt a privatizációt, ami 2001-ben lezajlott el a nagy cégnél. És én 91 óta egy másikat választottam. A környezetvédelmi szakmérnöki tanulmányaim, az ökológiai tanulmányaim alapján, és egy fenntartható vidékfejlesztési központot hoztunk létre Fejér-megyében Kisfarkasban a munkatársaimmal. Ennek vagyok most az egyik vezetője, és valóban vezetőségi vagy elnökségi tagja vagyok az Élőlánc Magyarországért nevű parlamenten kívüli pártnak, amelyik a fenntarthatóság elveit igyekszik a politika színterét képviselni. Nem könnyű ez manapság. Azt szeretném mindenkitől kérni, hogy azokat a híreket, amik megjelennek
a sajtóban remélhetőleg a Rio Plus 20 konferenciáról, a világ környezetvédelmi konferenciájáról kísérjék figyelemmel, és különösen figyelmükbe ajánlom a fiatalok nyilatkozatát. Ugyanis az a helyzet, hogy nem akarok abban hibába esni, hogy másról beszélek, mint a témám, de említés szintén muszáj, hogy elmondjam, hogy mindaz a tevékenység, amit csinálok,